Hát ez a mai napi rendezvény a szülőknek készült, illetve nekik szeretnénk kedveskedni egy önfelett játékos estével. Gondoljuk, hogy az egész napi munka és minden egyéb elfoglaltság mellett jól esik nekik egy kicsit kikapcsolódni. Továbbá így megmutathatjuk azt, hogy a gyermekeik mind is mennek keresztül az óvodában, mi mindent csinálnak, milyen sokrétű tevékenységben vesznek részt. Az előzetes regisztráción 18 szülő jelezte, hogy szeretne részt venni a foglalkozásokon. Ez a létszám pont ideális volt a programok szempontjából. Idén szervezték meg először az óvodában ezt a lehetőséget, de remélik, hogy a jó élményeken felbuzdulva jövőre még többen lesznek kíváncsiak. Zanzásítottuk egy kicsit a tevékenységeket, hiszen az óvodás gyerekek ennyi mindenben egy délelőtt folyamán nem részesülnek, viszont sok mindent szeretnénk megmutatni a szülőknek, úgyhogy lesz egy zenei énekfoglalkozás, lesz az Így tedd rá néptánc programból egy kis ízelítő, amit mi már a csoportokban az óvónénik segítségével már elég régóta szervezünk a gyerekeknek. Lesz egy mozgás foglalkozás, illetve egy drámapedagógia, ami mesefeldolgozás lesz igazából. Kiszáradt a diófa, nem játszhatunk alatta, majd megújult a haszra, majd játszhatunk alatta. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy kicsit át van alakítva a szülőkre, hogy felnőtt emberekre, vagy teljesen azt fogják visszakapni, amit a gyerekek is szoktak tanulni? Teljesen azt fogják visszakapni, amit a gyerekek. Tehát nem kell megijedni sem a zenei képességfejlesztéstől, sem egyéb feladattól, mert ez bizony az óvodás gyerekek elvégzik és végigcsinálják a mindennapok során. Engemet én is húzlak tégedet, amelyikünk elesik, az lesz a legkisebbik. Ez egy önkéntes jelentkezés alapján történt, és úgy gondolom, hogy aki jelentkezett erre a programra, ők már valamilyen szinten elköteleződtek, és eldöntötték, hogy mindenképpen aktívan fognak részt venni ezen az estén. Azt lehet-e tudni, hogy azok jelentkezhettek csak, akiknek ide járnak a gyerekei, vagy mások is, külsősök is? Hogyan történt a jelentkezés? Hát mivel még ez az első alkalom, amit szerveztünk, egyébként szeretném elmondani, hogy Pelinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszony volt az ötlet gazdája, tehát ő indította el magát az ötlet folyamatot, aztán mi kicsit át gondoltuk úgy, hogy azért a szülőknek valóban élményszerű legyen, úgyhogy csak az intézményen belül hirdettük meg. Ennek ellenére van két olyan vendégünk, aki hallott máshonnan erről a lehetőségről, és ők jelentkeztek, és szívesen fogadjuk őket.